Ezekben az időszakokban a lehullott levelek növelik meg legfőképpen a hulladék mennyiségét. Szabó Antal, az Aliska Terra Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója azt mondja, akár több napig is eltarthat a zöld hulladék elszállítása ezekben az időszakokban. Az edények ürítése során előfordul, hogy azok megsérülnek, ugyanis a régebbi típusú hulladéktárolók már nem alkalmasak a jelenlegi hulladékszállítási technológiához és a járművekhez. Ebben az esetben a sérült kukákat a tulajdonosok saját költségre tudják kicserélni. A régebbi edények, a fémedények összehorpadtak, eldeformálódtak. A műanyag edényeket az UV fény tönkretette részben, úgyhogy lassan ezeket cserélni kell. Viszont már pályázati pénz erre nem áll rendelkezésre. Tehát akinek tönkre megy a hulladékgyűjtő edénye, annak saját költségén kell sajnos fedezni az új edénynek az árát. Sok esetben a sérült kukák hibájából, illetve a nagy mennyiségű hulladék szállításából adódóan előfordul, hogy a kukák tartalmából valamennyi kiborul, miközben a kocsi rakterében borítják a lebomló anyagokat. Bármennyire is meglepő, a szemétszállító cég vezetője azt mondja, ilyenkor az érintett utcákban lakók dolga feltakarítani a kiszóródott zöld hulladékot. A legnagyobb bánatunkra nincs arra lehetőségünk, hogy takarító személyzetet is biztosítsunk. Ezért tiszteltek kérjük azokat a lakókat, akiknél ez előfordul, hogy segítsenek nekünk abban, hogy a kihullott hulladékot rakják vissza ők a kukába, mert abban arra nem lesz lehetőség el munkatársainknak, hogy megálljon és összetakarítson maga után. Az ügyvezető igazgató azt mondja, igyekszik felhívni a munkatársak figyelmét arra, hogy minél inkább figyeljenek oda a zöld hulladék szállítására, és próbálják meg csökkenteni ezt a fajta hiba lehetőséget.